Köszöntöm nézőinket, Nosztalgia műsorunk 52. adásában. Legutóbb, nem véletlenül, az 1994-es választási kampány történéseiben kalandoztunk. Most visszatérünk a hírek világába, és megnézhetjük, hogy milyen volt kerületünk több mint két évtizeddel ezelőtt. Most egy 1999-es hírműsort láthatnak újra. Köszöntjük nézőinket az év 12. hetén. Akik a képernyő előtt minket választottak, azoknak elmondjuk, hogy ezen a héten jelesül holnap van a meteorológiai világnap, és reméljük, hogy Sándor József és Benedek ebből az alkalomból végre meghozza az igazi tavaszt. Március 25-én lesz a Görög Köztársaság nemzeti ünnepe, és mivel Újpesten görög kisebbség is él, köszöntjük őket ebből az alkalomból. Március 27-én a színészeket és a színházakat veszi körül az ünneplés, ez ugyanis a színházi világnap. Ezen a héten 5 hírrel, illetve információval tudunk szolgálni kedves nézőinknek, mindenekelőtt néhány képsor erejéig visszatérünk adósságunkhoz a március 15-i újpesti központi ünnepség tudósításához. Aztán előre tekintünk, mert ahhoz, hogy a gyermeknapon majd kioszthassák a hagyományos Újpest gyermekeiért díjat, ahhoz a jelöléseket, felterjesztéseket mostanság kell benyújtani. Folytatjuk a héten megkezdett kerületi lomtalanítás még hátralévő két körzetének ismertetését, beszámolunk egy közlekedési csomópont korszerűsítési munkálatainak megkezdéséről, végül ismertetjük az Újpesti Családsegítő Szolgálat mától érvényes új feltalálási helyét. Kezdjük akkor az ünnepi képsorokkal. Nagy számú érdeklődő jelenlétében zajlott le az elmúlt hét hétfőjén nemzeti ünnepünknek március 15-ének újpesti központi rendezvénye. Jelen voltak a kerület politikai és társadalmi szervezeteinek képviselői, az iskolák diákjai és a városrészekből jött lakók, hogy színes virágok és zászlók alatt hallgassák meg előbb dr. Derce Tamás polgármester ünnepi szavait, később pedig a verses, zenés, táncos alkalmi összeállítást. Közben pedig kiki elhelyezhette koszorúját vagy egy szál virágját Petőfi Sándor mellszobrának tövében, emlékül azoknak, akik másfél évszázaddal ezelőtt szóval és karddal mertek érvényt szerezni a magyar nép szabadságvágyának. Újpest méltó módon emlékezett meg népünk hőseiről és fényes napjairól. Újpest önkormányzata 1992-ben alapította azt a díjat, amit minden évben a gyermeknap táján szoktak odaítélni a legrátermettebbeknek. Ugye ki is találták, már az Újpest gyermekeiért díjról van szó, amelyre a városrész civil szervezetei, intézményei, gazdálkodó szervezetei már meg is tehetik ajánlásaikat az ügyfőszolgálati irodák valamelyikén beszerzett, erre a célra rendszeresített adatlapon. Azokat a pedagógusokat, közművelődési szakembereket vagy egyéb más területen dolgozó személyeket és kollektívákat szokták elismerni ezzel a kitüntetéssel, akik folyamatosan és kiemelkedő eredménnyel dolgoznak a gyermekek nevelésében, oktatásában, ellátásában, szabadidejük hasznos eltöltésében, közösségeik segítésében. Még 2 hét van a kiválasztásra és a jelölésre, mert a kitöltött adatlapokat április 2-ig, azaz a jövő hét péntekéig várják Hog Zoltán kulturális alpolgármester titkárságára. Ezen a héten megkezdődött a lomtalanítás Újpesten, az elszállításban hétfőn és kedden sorra kerülő első két körzetet elmúlt heti magazinműsorunkban ismertettük. Most folytatjuk a továbbiakkal. Március 23-án kedden kéri kitenni a hulladékot, hogy 24-én szerdán el tudják szállítani a 3-as számú körzetből, amelynek határai Váci út, Károly István utca, Baros utca, Póti út, Megyeri út, a városhatár és a Duna által határolt terület. Utoljára Káposztásmegyeren lomtalanítanak, tehát a Megyeri út, Póti út, Vas út és a városhatár közé eső területen. Itt március 24-én szerdán kéri kitenni a lomokat, és 25-én csütörtökön szállítják majd el azokat. Ezek az akciók azért jók, mert a háztartások évente egyszer ingyen tudnak megszabadulni azoktól a feleslegessé vált holmiktól, melyeket egyébként 1500-2000 forint per köbméter áron szoktak elvinni. A fővárosi közterület fenntartó RT csupán azt kéri, hogy a lomokat olyan helyre készítsék ki, melyeket a lomtalanítást végző gyűjtőautókkal jól meg tudnak közelíteni. Akik szoktak a Váci út újpesti szakaszán autózni, tudhatják, hogy a korábbi átépítés, a villamossínek felszedése csak részben oldotta meg a közlekedés gondjait. Még a 2x2 forgalmi sáv is kevés, különösen ott, ahol balra kanyarodni szándékozók akasztják meg a belső sáv haladását és teszik balesetveszélyessé az utat. Lehet, hogy most egy veszélyes gócot szüntetnek majd meg, ugyanis megkezdődött a Váci úton a Károly István utcai csomópont rendőrlámpás kiépítése.
A forgalom irányító berendezések kialakítása kábelezéssel kezdődik, és plusz egy sáv áll majd azok rendelkezésére, akik az Aralk úthoz szeretnének bekanyarodni. Úgy tudjuk, hogy megszűnik majd a Váci útról balra Nagy Ibben történő bekanyarodás lehetősége a Károlyi István utcába. Az új csomópontot április-május környékén szeretnék majd átadni a forgalomnak. Addig is fokozott óvatosságot kérünk az erre közlekedőktől, nehogy még több koccanás vagy komolyabb baleset növelje a Váci út statisztikáját. Mai utolsó információnk az Újpesti Családsegítő Szolgálattól érkezett, akik értesítik a régi és új ügyfeleiket, hogy mától, azaz március 22-től a Deák Ferenc utca 93 szám alatt találhatók. A telefonszámaik változatlanok maradnak, de az átkapcsolásig a 370-41-07-es számon el lehet érni a munkatársakat. Tehát az Újpesti Családsegítő Szolgálatot ezután a Deák Ferenc utca 93-ban keressék. Ez a cím nem messze a Rózsa utcától, a Szociális és Egészségügyi Intézmény földszintes épületében található. Hírőszállításunk végén megköszönve figyelmüket elbúcsúzunk Önöktől ismét egy hétre. Új híreket és információkat március 29-én kaphatnak majd tőlünk. Maradjanak velünk továbbiakban is. Hagyományaink egy fontos eleme ilyenkor tavasszal a téltemetés. A mohácsi busójárás, de a külföldön is nagy híre van és sok látogatót vonz hazánkba. De temették a telet 1999-ben a Szűcs Sándor általános iskolában is. Az UKTV erről is beszélgetett Lévai András igazgatóval. Köszöntöm az aktuális nézőit. Önök a képen olyan fiatal embereket látnak, akik a Szűcs Sándor általános iskolába járnak, ahol harmadik esztendeje ebben az időszakban temetik a telet és várják nagyon a tavaszt. Most is időszerű lenne a tél temetése. Igazgató urat arról kérdezem, hogy ön a kitalálója ennek a rendezvénysorozatnak? Hát a kitalálója nem egy személyben vagyok ennek a rendezvénysorozatnak. Köztudomás, hogy ebben az iskolában már 5. éve környezeti neveléssel foglalkozunk kiemelten. Ez a rendezvénysorozat, amikor a telet temetjük és a tavaszt várjuk, ez 3. éve van. Ezt a kollégáimmal közösen találtuk ki. Amikor a környezeti nevelést elkezdtük, bele sodródtunk szinte abba, hogy rendezvényeket találjunk ki, illetve témanapokat rendezzünk, és ezen a héten mi sűrítve a témához kapcsolódóan szervezünk programot a gyerekeknek. Telet temetni lehet kultikusan, lehet természettudományos alapokon. Az önök rendezvénye milyen? Komplex megközelítésű, vagy pedig valamelyik szeretét sokkal inkább fontosnak tartja, mint a másikat? Hát lehetne komplexnek is nevezni a dolgot, ám bár mi igyekezünk sokféle dolgot ebbe bele vonni. Igazándiból az a cél, hogy a témánkhoz kapcsolódjon. Van ebbe népi kultúra, van ebbe környezetvédelem, van ebbe egészséges életmód, de alapvetően a természettudományos nevelésre van kihegyezve az egész hét. Van itt vetélkedő, aztán úgy hallom, hogy a gyerekek a tűzoltóknál is jártak, ott például miért? Ebben a rendezvénysorozatban az egyik nap az mindig egy vetélkedő sorozat. Tavaly a Várban voltunk egy ilyen vetélkedőn, az idén egy Újpest helytörténeti vetélkedőt szerveztünk. Azért voltak a tűzoltóságnál gyerekek, mert igyekszünk az életkoruknak megfelelő feladatokat összeállítani. Na most a kis iskolásainknak, tehát az elsősöknek, másodikosoknak valami látogatást szervezünk. Hát a tűzoltóság az így adódott, hogy Újpesten van egy ilyen, és akkor nézzük meg. Ők ezért mentek a tűzoltósághoz. Megközeleg a húsvét, tehát a locsolás ismerete nagyon fontos. Valóban. Na most a húsvéthoz nem ez a rendezvény kapcsolódik alapvetően, hanem azok a kézműves foglalkozások, ahol tojásfestéssel foglalkoznak a gyerekek, vagy éppenséggel asztalidíszeket készíthetnek a virágkötészeten. Mi a tapasztalatuk? A gyerekeken ezek a rendezvénysorozatok meglátszanak? Tehát, hogy tényleg tanulnak belőlük? Mindenféleképpen, hiszen ez az 5 év, amit ezzel a tevékenységgel mi végeztünk, ez nem múlt el nyomtalan a gyerekekben. Ez a célunk is. A gyerekeknek a figyelme szinte önkéntelenül arra terelődik, hogy észrevegyék maguk körül azokat a hiányosságokat, ami a környezeti neveléssel kapcsolatban hozható. Nem egyszer van az, hogy a gyerekek megkeresnek a környezetükben tapasztalt olyanféle problémákkal, amik ebbe a témakörbe tartoznak. Tehát, hogyha illegálisan lerakott szemetet látnak, vagy látják, hogy valaki lepakolja például, vagy az erdőben sétálva rendszeresen készítenek felvételeket, behozzák ide, tehát dokumentálnak.
És hogyan tudják a lelket tartani bennük, mert hát rossz példával nagyon sokkal találkozhatnak. Önök ugye meg azt tanítják, hogy az rossz példa, nem kellene megcsinálni, és azt látják, hogy a világ meg ilyen. Hát végül is az általunk szervezett programok azok, amik szembesítik a gyerekeket ezzel a problémával, vagy ezzel a kérdéssel. Nyilvánvalóan az általunk végzett munka nem tökéletes, de valamelyest azért kinyitja a gyerekek szemét. A szembesülés során azért legalább adja a pillanatra, amíg ezzel találkoznak, rádöbbennek, hogy hogyan szennyezi az ember a környezetét, és esetlegesen elgondolkodnak azon, hogy mit kellene csinálni. Ebben az iskolában, ha jól tudom, akkor nem csak a környezettel, tehát a rajtunk kívül eső dolgokkal foglalkoznak, hanem az emberrel magával, hogy hogyan élhet harmóniában a természettel. Tehát hosszú távú tapasztalat ugyan még nincs ez ügyben, de gondolom azt remélik, hogy ezek az emberek egészségesebbek lesznek, az életüket hosszabb távon emberhez méltóbban fogják majd élni, ugye? Igen, ez a szándékunk, hogy ez így legyen. Ezért bővítettük mi a környezeti nevelésünket az egészséges életmódra neveléssel is, ami elsősorban a hétköznapokban kipróbálható praktikumokra szorítkozik, illetve vásárlási szokások kialakítására. Származik ez a gondolat abból, hogy úgy gondoljuk, hogy talán itt kellene kezdeni a nevelését az embereknek. Hát ugye felnőtteknél már kialakult szokások vannak, a gyerekeknél még kialakítható ezek a szokások, hát ebben hiszünk, és ezért próbáljuk így megközelíteni ezt a témát. És mondjál egy konkrét példát, hogy mit jelent ez, mert úgy látom, hogy ez egy nagyon praktikus és jó ötlet. Például előadást szerveztünk tegnap arra vonatkozóan, milyen káros anyagok vannak a táplálékainkban. Az előadó fölhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy például a kóla, amit ők igen nagy előszeretettel fogyasztanak, az milyen káros hatással van a szervezetükre. Ez az egyik dolog. Tehát amikor a vásárlási szokásokról beszélünk, ugye azt mondjuk a gyerekeknek, hogy célszerű a rostosívó leveket vásárolni, ez az egyik dolog. A másik az pedig a környezeti nevelési oldala, hogy üdítőitalt műanyag palacba lehet kapni, ami a hulladéknak a térfogatát szaporítja, és az ezzel kapcsolatos minden olyan dologra fölhívjuk az figyelmüket, hogy miért célszerű esetlegesen más, mondjuk üvegbe palackozott italt vásárolni. Azért fontos szerintem ezekről beszélni, mert hiszen rövidesen önök várják azokat a gyerekeket, illetve szüleiket, akik szeretnének iskolába járni. Talán ez egy jó szempont, hogy ki hozza ide a gyerekét. Így van. Hát március 22-én, 23-án lesznek nyílt napok, amikor mi várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke majd szeptemberben első osztályba fog járni. Hát elsősorban azokat, akik tudnak azonosulni ezekkel a gondolatokkal, hogy egészséges életmód, illetve hát a környezetvédelem gondolatkörével. Ugyanis a mi iskolánk Újpest azon részén helyezkedik el, ahol viszonylag kicsi a forgalom, még egészséges a levegő, tehát nem szennyezik különösképpen, nyugodt a környék, sok zöld van, tehát egy kellemes környezetet tudunk mi az iskolai munkához biztosítani, úgyhogy akik erre vágynak, majd szeretettel várjuk őket. Ezek nagyon fontos dolgok, de a szülők mostanában ugye már kell, hogy aggódjanak azért is, hogy az általános iskolából aztán tud-e tovább menni a gyerek tanulni. Mit mutatnak az önök számai, hogy sikeresen felvételiznek-e a gyerekek a középiskolába? Én úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Minden tanítványunk középiskolába kerül, mégpedig úgy durván a 65-70% olyan középiskolába, ahol érettségit is kap, tehát vagy gimnáziumba, vagy szakközépiskolába. Egy elenyésző kis százaléka az, akik csak szakmunkásképzőbe, vagy pedig vagy szakiskolába kerülnek. Sokszor mutattunk küzdősportokat már itt a Retro Újpestben. Volt már cselgáncs, aikido és kungfu is. Ezúttal karatézni hívjuk Önöket, méghozzá Kökény Jolánnal, a többszörös magyar bajnok karatékával, akivel az UKTV készített annak idején egy interjút.
Kedves nézőink, egy nagyon szép nemzetközi sportsiker kapcsán kérem ismerjék most meg Kökény Jolánt, többszörös magyar bajnokot, illetve egyszeres közép-európai karate bajnokot, valamint edzőjét Szőcs Attilát. A felvételeket, az interjúkat a Halasi Olivér Sport és Szabadidő Központban készítettük. Mikor az Erzsébetben jártunk, az általános iskolában, ahol tanulsz, akkor még nem volt begipszelve a kezed. Hogy történt ez a kis baleset? Hát szombaton versenyen voltunk a közép-európa bajnokságon, és verekedtem a döntő előtt, és akkor véletlenül ráestem, és eltört. Tulajdonképpen hol tört el? Mi történt a kezeddel? Hát, jó kérdés. Hát ugye szombaton voltunk a versenyen, és ahogy bunyoztam, fölrúgtam a lányt, és véletlen magával rántott, és ráestem. Hol volt ez a verseny? Komáromban. Milyen verseny volt ez pontosan? Ez egy közép-európa bajnokság, minden országból jöttek veretősök, és nagyon jók voltak. Közép-európa utal az országokra, de pontosan milyen országok vettek részt? Hát románok, ukránok, szlovákok, hát ilyesmi valami, de jó bunyóznak, de ilyen. És a magyar mezőnyben hányan voltatok? Hát hiszem heten voltunk, de abból legalább kettő ukrán volt. Kik voltak a legerősebbek? Hát az egyik ukrán lány, akivel a döntőt nyomtam, az nagyon kemény volt, meg hát húzós volt a verseny, de megnyertem. Ez a lényeg, tehát aranyérmet nyertél. Igen. És azért is kérdezem ezeket a dolgokat, hiszen azt mondják, hogy neked a korosztályodban nincs is ellenfeled, igaz ez? Igen, nincs ellenfelem, de jó ez, így szerintem. De ha nincs ellenfeled, akkor mégis hogyan tudsz egyáltalán versenyezni? Hát néha vannak olyan versenyek, ahol elindulok, például olyasmi, hogy kempó versenyek meg ilyenek, hogy próbáljak másképpen is más versenyzőket szerezni. Melyik volt a legemlékezetesebb, esetleg a legkeményebb összecsapásod most ezen kívül, ami itt volt a közelmúltban? A Diák Olimpia, ami múlt héten volt, az nagyon kemény volt, meg a mostani szombat verseny, ez nagyon kemény volt még. Még gondolom, a friss is az élmény. Egy picit vegyük sorra, hiszen rengeteg érmed van, de vegyük sorra úgy időrendben, hogy amikor elkezdted, akkor hogyan kezdődött ez az egész, és hogy milyen versenyeken kellett szerepelned, és persze szépen szerepeltél. Hát ez úgy kezdődött, hogy az öcsém Attila elkezdett karatézni, és azt mondta, hogy ő nem szeretne egyedül járni, ezért járjak én is, és nekem is megtetszett a karate, és elkezdtem karatézni, és ez jó szerintem. Hát hány versenyen voltam? Nagyon sokan. Voltam Botonkupán, országos bajnokságon, Diák Olimpián, nagyon, amilyen verseny létezik, mindenen ott voltam eddig. És vissza tudsz arra emlékezni, amikor először kellett versenyre menned, akkor valami különös izgalom volt, és hogy ehhoz képest az ember rutinosabb, vagy már azért nem? Hát első versenyen nagyon izgultam, és nem tudtam, hogy meg fogom nyerni, vagy nem, mert nagyon sokan voltunk a korosztályomban, és nagyon kemény volt ráadásul, de megnyertem, és nagyon örültem neki, hogy az első versenyem első lettem. És ez a nagy győzelem így elsőre a többi versenyen is végigkísért? Igen, végigkísért, ez a szerencse, de ez jó szempontból, szóval tetszik. És azt mondtad, hogy majd megmutatod az érmeidet, de végül is nem hoztad el, de biztosan megszámoltad őket, ha esetleg nem szoktad volna egyébként megszámolni. Csináljunk mi is most egy mérleget. Hát megszámoltam, 17 aranyérmem van, 6 ezüstöm és 3 bronzom a 6 év alatt. A karatéhoz hozzátartozik az, hogy az emberek időről időre vizsgázni kell. Hol tartasz most a felkészülésben? A negyedik kívülnál tartok, Lilaöves vagyok, és nyáron vizsgázom barnára, 3 kívülra. Hát, utána még van 2 barna, és utána fekete, reméljük, addig elérem. Van esetleg olyan, akire felnézel ebben a sportágban? Igen, felnézek az edzőmre. Őt szempontban nagyon szeretem, mert nagyon jó edző. Gyors, technikás, és sokat lehet tőle tanulni. Joli mögött számtalan siker áll, és hát a sikerei mögött pedig egy nagyon jó edző. Fel is nézd rá, hiszen elmondta, amikor beszélgettünk, hogy példaképének tekint. De ez egy hosszú folyamat. Hogyan indítottad őt el ezen a nagyon szép sportágon? Hát mondhatom azt, nem én indítottam el, hanem igazából ők kerestek meg engem.
még ezelőtt 6 éve, ha jól emlékszem. És hát szerintem ő kedvet kapott hozzá, és egyszerűen itt ragadt. Biztos, hogy én is közre játszottam valahol, hogy megszeretettem el ezt a sportot, de valahol ez ilyen közös munka. Tehát nem csak az én érdemem, nem csak az ő érdeme, hanem ez ilyen közös érdekünk. De azért mégis kellett egy jó szem szerintem ahhoz, hogy edző kiszúrja, hogy a legtehetségesebb, a legjobban alkalmas, a leginkább rátermett lelkileg, fizikailag egyfajta versenyre is, hogyha elindulhatott. Gondolom, hogy ebben azért neked nagy szereped van. Biztos, hogy nagy szerepem van, de szerintem ezt bármelyik edző észrevette volna, ugyanis elkezdte a karatét, és rá egy évre elindult egy országos bajnokságon, amit azonnal megnyert. Szóval szerintem ehhez nem kell jó edzőnek lenni, hogy ezt valaki észrevegye, ezt a tehetséget. Erre született a Joli, úgyhogy szerintem benne van a vérében, nem tudom tényleg. Sokat kell vele foglalkozni, vagy pedig azért ez mind megy a te maga természetes útján, a fejlődése, vagy egyáltalán a lelki ráhatás? Lelkileg nagyon kell ráhatni. Ő egyébként lelkileg eléggé érzékeny, elég könnyen sebezhető a Joli. Tehát ilyen szempontból oda kell rá figyelni. De, sőt, még megvan kockázatot, amikor elkezdte, akkor fizikailag is elég gyenge volt. Csak fizikailag megerősödött, tehát most tényleg veretetlen, nagyon megerősödött, de belül lelkileg azért még érzékeny. Szóval olykor azért ugye elpityergi magát egy-egy kudarc után, de akkor is szerintem nem a fizikai fájdalom miatt, hanem tehát lelkileg fáj neki az, hogy kudarc, hát hogy nem olyan sikeres. Azt láttuk, hogy a fizikai fájdalmat jól tűri, hiszen el van törve a keze, és teljesen töretlenül jött edzése, és boldog, igen, szinte sugárzik. Igen, hát ez biztos az is közre játszik, hogy most hétvégén voltunk egy közép-európai nemzetközi szintű versenyen, ahol több ország képviseltette magát, és tényleg nagyon nehéz verseny volt. Az ő kategóriájában 30-40 fő indult, és 6-ot kellett küzdenie, és megnyert a bajnokságot. És hozzátartozik a dologhoz, hogy az első küzdelemben tört el a keze, akkor nem tudtuk végül is, hogy azt tudtuk, hogy komoly sérülés, fel volt dagadva a keze, de azt, hogy eltört, azt még nem gondoltuk, de a Joli így végigvitte, végigcsinálta, és végül is megnyerte a bajnokságot. Úgyhogy ez egy ilyen plusz, ilyenkor ez ilyen plusz öröm, hogy az ember lesérül, de mégis ott van a siker. Itt látom, hogy azért viszonylag kevesen vagytok, mindig ekkora a csoport? Nem, többen vagyunk, hát körülbelül olyan 30 fő. Én nem szeretem a nagyon nagy létszámot, én jobban szeretem az ilyen kisebb családi hangulatot, egyrészt jobban lehet velük foglalkozni, jobban oda tudok figyelni így személyekre, tehát külön-külön személyekre tudom bontani a csapatot. Hogyha mondjuk 80-an lennénk, akkor azért nehezebb lenne, akkor már kellene segéd, tehát akkor már több ember kellene hozzá. Látom, a korosztály megoszlás is azért vegyes, egész picitől a felnőttekig. Teljesen vegyes. Tehát nem csinálok különbséget gyerek-felnőtt. Nem probléma? Nem. Meg tudok vele birkozni, úgyhogy nem, eddig sose volt probléma. Milyen indítatásból jönnek általában a sportolni vágyók ide? Személy szerint hozzám hírhalatán jönnek. Tehát igazából én nem plakátozom, nem hirdetem úgy különösen magam. Én azt szeretem, hogyha a hír hallatán jönnek az emberek, mert az azt jelenti, hogy ő már tud valamit. Tehát nem véletlenül jön ide az ember. Tehát az, hogy a plakát után jönnének, az szerintem nem tartom azt olyan jónak. Olyan karatenak ez az ága miért vonzza az embereket? Már a badorjú, tehát ez a stílus, amit mi csinálunk? Nem tudom, hogy ez miért vonzza. Szerintem a többi stílus is ugyanúgy vonzza. Főleg most a karate az elég népszerű, főleg így a gyerekek körében. Én legalábbis úgy tapasztaltam, hogy tényleg annyira nagy a konkurencia, hogy szóval igazából most például megélni belőle, tehát így főállásba csinálni nagyon nehéz. Vannak, akik csinálják, de nagyon nehéz. Szóval nem tudom, ezt egyszerűen nem tudnám mondani. Talán a küzdelemcentrikusság. Tehát azt, hogy a mi stílusunk az arról szól, hogy állandóan küzdünk. Minden edzésen a jó távolságtartás, jó időzítés, az ellenfél megelőzése, tehát egyáltalán nem adni neki esélyt a nyerésre. Mozgékony, nagyon mozgékony az a stílus. Visszatérve Jolihoz, mi lesz a következő verseny, ami részt vett? Most azt mondja, egy darabig nem fog versenyezni, de hát azért gondolom nem itt fejeződik be a dolog. Nem, abszolút nem. Hát most egyrészt most kényszerszünet is van nála a törés miatt, nem tudom, meddig fog tartani. A jövőben, ami igazán nagy tervünk, az a decemberi Miskolci világkupa, ami Magyarország egyik
legszínvonalasabb verseny, de nem csak Magyarország, hanem is ez világverseny, tehát elég színvonalas verseny, és azon szeretnék elindulni. De nem csak a Júlia, hanem az öccse, aki szintén nagyon sikeres versenyző, és még vannak egy páran, akiket szeretnék vinni. Go! Ki hinné, hogy a nagy nevettető Markos György mögött már 5 évtizedes karrierrel, pedig így van, Alfonzó fia 1971-ben kezdte színészi pályáját, majd a 80-as évek elején megnyerte a Humor Fesztivált Nálas Györggyel. Innentől pedig sikeres évtizedek jöttek, és ebben nagy szerepe volt Boncz Gézának, aki már több mint 20 éve az égi színpadon játszik. Markos György az utóbbi években kicsit talán hátrébb lépett, de az internet segítségével bármikor emlékezhetünk fergeteges poénjaira. Az Óceán TV-ben Sánta Margit készített vele interjút 1992 tavaszán. Milyen a közérzetek, kedves Markos György? Ez egy érdekes kérdés, nem túl jó. Hát úgy, mint színész, vagy mint a szakmámban dolgozó embernek nincs különösebben probléma, mert jelen pillanatban dolgozhatom. Itt nincs semmi szerepálmom, szóval itt nem nincs miről beszélni. Az állampolgári közérzetem az nagyon rossz. Nézem körül és hallgassa meg, hogy itt mi zajlik ebben az országban. Ön szervezett valamilyen önvédelmi csoportot, erről egy picit, ha beszélne. Nem szerveztem én semmit. Alakult egy teljesen legális szervezet, OPS a neve, Dr. Kopácsi Sándor vezérőrnagy. Az elnök, jelen az egyik, alelnök vagyok. Nem szerveztünk mi semmit. A társadalom természetes önvédelmi reflexe beindult. Amennyiben az állam nem fogja megvédeni az állampolgárt, az állampolgár lesz kénytelen magát megvédeni. Ilyen egyszerű az egész. Semmiféle különösebb szervezkedését nincs. Gyerekeket erőszakolnak, meg embereket ölnek, meg gyilkolnak, meg rabolnak, fosztogatnak. Büntetlenül nincs tanúvédelem, nincsenek hatályos törvények, ilyen álhumanista intézkedések vannak. A legsúlyosabb bűncselekmény után is álltak, állítólag bizonyos idő után szabadon abban rendelkezik, hogy a társadalomra nézve nem veszélyes. Egyszerűen nem az adófizető állampolgárt nézik, nem tudom, mi történik, nem tudom felfogni. Eltörlik a halálbüntetés, de ellentételezés nincs. Az imádott nyugat felé haladunk, és közben egyszerűen balkanizálódunk. Ez nem európai ház, ez európai sufni. Beszéljünk egy kicsit kellemesebb témáról. Sokan nem tudják, pedig sokan láthatták volna, hogy az éneklés az milyen fontos szerepet játszik az életében. Erről meséljen egy kicsit. Mikor kezdődött az énekléssel a kapcsolata, és azóta mi történt? Ez is nagyon egyszerű. Tulajdonképpen én nem színésznek készültem, hanem én gitároztam a 60-as évek elejétől. Zenéltem, az volt az igazi hivatásom, nagyon szerettem csinálni. Különböző adminisztratív okokban én 10-20 évig ezen a rádióban szóhoz nem juthattam. Nem kaptam igazából nagy sanszokat, lehetőségeket. Nagyon szerettem a zenét. Ez az életemnek egy része. Remélem, hogy módomban lesz valamit ebből kihozni az Erkel Színházban, a szabadtéri színpadokon. Körülbelül 5-600 ezer ember látott minket a Nádas Gyurival meg az Old Boys együttessel föllépni. Úgy érzem, hogy sikeres volt, amit csináltunk. Szeretném, a lehetőséget kapnék arra, hogy az, ha zené, ha tetszik az embereknek, akkor azok menjenek. Semmit plusz nem kérek. Úgy érzem, hogy az emberek jól szórakoztak, akik ott voltak ezen az előadáson. Egyébként a zenének van egy relaxációs szerepe, egy föllazító szerepe, a sok kemény politizálás, nem tudom mi között a zene egy picit boldogát tesz, az embert föllazítja. Ennyi az egész, nincs különösebben. Nem akarok ebből nagyobb ügyet csinálni, mint amekkora. Én énekesként kezdtem, és úgy lettem színész, és nem fordítva, de nem akarok ezer arcúnak tűnni. És egyszerűen ez világ minden táján egyértelmű, hogy egy színész énekel, táncol, mindent kell tudnia. Tehát ki nem meglepő, hogy a Gene Kelly az Ének az esőbe című filmben táncolt, énekelt, az természetesnek tűnt, az csak itt egy hatalmas dolog, egy prózai színész meg tud szólalni. Szóval énekhangon. Ez egyébként máshol a világon mindenütt természetes. Mindegyik zenét szeretem, ami jó, ami mond valamit, ami elszórakoztat. Szóval nem ítélem el az egyiket a másik rovására. Mostanában egy igen fontos évfordulóról emlékezik meg az ország. Azt hiszem, ez önnek nagyon sokat jelent. Hát igen, ez igen. Hát édesapámnak a 80. születésnapja. Február 29, ugye, Szökélyébe született. És hát igen, mostanában 80 éves. Nem tudom, hogy mit szólna, élne. Nem kapna rőgőgörcsöt, amit zajlik. Egész biztos vagyok benne, szóval ezt az idősebb generáció nagyon nehezen éli meg, amit zajlik, de még a fiatalabbak is. Nem véletlen, hogy a világlangristen az elsők vagyunk az elhalálozásban. Tehát az infarktus, meg az egyéb, a környezetszennyezés, szóval valami iszonyatos
most ez nem ennek a rendszerváltásnak a következmény, nem azt mondom, de történik. Mert ez egy vér nélküli rendszerváltás volt, és biztos vagyok benne, hogy bizonyos embereknek hiányzik az euforikus forradalmi győzelmi mámor, hogy legyen pár ezer halott. Én szerintem örülnünk kéne, hogy ilyen békésen zajlott le, és örülnünk kéne annak, hogy vannak olyan emberek, akik ezt az országot szeretnék kihúzni ebből a rettetes gazdasági csődből, amiben van. Örülni kéne, hogy egy ilyen köztársaság elnökünk van, mint a Göncz Árpád, ennek nagyon kéne örülni. Ez mindenkinek egy nagy öröm, hogy ilyen tisztességes ember. Örülni kell, hogy van egy-két nagyon jó kapacitású és nagyon jó fejű ember a parlamentben. De sajnos vannak olyan hangok is, akiket nem szeretünk. Nem én, mint Markos György, hanem az utcaember, a taxisofőr, a hentes, az újságárus, a portás. Csak mondom azokat az embereket, akiket érintkezem. Elegük van ebből a politizálásból. A pofájuk jártatásából elegük van az embereknek. Most ma az kéne, hogy meg tudjanak élni. Mert a magyar ember ugye alapvetően vicces volt a pártállamban, hogy a sör meg a Trabant menjen. Most a sör már nem nagyon megy, mert nincs rá lóvé, és a Trabantra nincs lóvé. Tehát most már, hogy mondjam, most már meg kéne találni azt a megoldást, hogy azért azok az emberek, akik itt 40 évig mondjuk dolgoztak és hajtottak és próbáltak áról bére jutni, most egyik pillanatra a másikra talajt vesztettek. Itt most már középosztályt is kikezd ez az erózió, ez nem vicc. Most nem akarom rákenni senkire, ez egy helyzet. Egy ilyen vészhelyzetben kutya kötelessége lenne, akármilyen pártnak a tagja, ezen abszolút hidegen, hogy melyik pártnak a tagja, ettől én abszolút nem fog meghatódni. Az a dolga, hogy az országot gazdaságilag működésbe hozza. Ez a dolguk. Tulajdonképpen ezen a dolguk, de helyett egymást anyázzák. Sokakat érdekel, hogy olyan keménynek tűnik. Milyen a nőkkel a kapcsolata? Mit jelentenek a nők az életében? Keményet. Mi az, hogy keményet semmi? Azért nem akarok beszélni, mert ez magánügy. Nem vagyok egy nősülös fajta. Nem szeretek kényszer alatt senkivel együtt élni. Azért ma aláírtam valamit, azt tartanom kell magam. Inkább nem írok alá semmit. Hogy mondjam, azt mondják, hogy minden országnak olyan kormánya van, amilyet megérdemel, és minden férfinek olyan partnere van, amilyet megérdemel. Tehát nincsen nőkkel különösebb gond, ők próbálkoznak. Mint hogy a férfiak is próbálkoznak. Most amikor a kis cica próbálkozik karmolni, rá kell csapnak ezért, és akkor nem próbálkozik. Tehát lényegében ez egy kutya-macska játék, alapjából mind a kettő uralkodnak arra a másikon. Ezt úgy lehet megoldani, hogy olyan sanszot kell adni, hogy az emberi tartása, megmaradásával és a tiszteletben, kölcsönös tiszteletben tartása nem hozni őt olyan helyzetbe, hogy meg tudjon engem kóstolni. Ilyen egyszerű. Én is tisztelem őt, és ő is tisztel engem. Ha nem tisztel, akkor elválnak útjaink. Ez ilyen egyszerű. Nem csinálok ebből nagy ügyet, hogy nők, meg szexualitás. Ez most divatos téma. Ez azoknak az embereknek gond, akik ezt igazából nem tudják megoldani. Meg tudom oldani. Abban a pillanatban, hogy nálam egy nő túllépett azon a határon, amit én szabtam, akkor elváltak az útjaink. Voltak, hogy nagyon komoly kudarcok éltek. Nem is egyszer, nem kétszer. Sokszor persze veszítettem, nem is egyszer, nem kétszer. Ez hozzá tartozik. Aki csatába megy, az veszíthet is. Ezekre nem úgy emlékezem, hogy dicsőségesen jöttem ki belőle, érzelmileg is fájt, igen. Ez mind igaz, vesztettem, kiborultam, szerelmes voltam. Egy biztos, de egy tuti, oda nem írtam a nevem sehova, és nem tudtak meggyűrűzni, mint a vadásolymot. Ezt úgy döntöttem, mert ha egyszer megnősülnék, az úgy tenném, hogy elismerem a másik embert, tisztelem, szeretem. Tehát semmifajta kunsztokat, meg műbalét nem szeretek körülötte. Normálisan. Ennyi. Kénekeni szeretné látni, hol láthatja legközelebb, és aki nem tudja színházban megnézni, az megveheti-e majd kazettálemezen, meg fog-e ez az anyag jelenni, amit most a színházban énekelnek, előadnak? Ennek a kérdésnek örülök. Egyrészt, hát a József Attila Színházban március 12-én van egy műsorunk a magunk részéről, ez egy hagyományos nagy zenei show műsor. Remélem, hogy ez jól fog sikerülni, ugyanúgy, mint a február 24-én érkezik a színház. Hál' Istennek, nagyon jól sikerült. A zenei kazetta az készelétben van. A rádióban elkezdjük játszogatni, hogy az emberek megismerik. Én nem akarok rögtön nagy lemez kinyomni, nem akarok én ebből a hatalmas pénzeket megkaszálni. Ha az emberek szeretik és igénylik a zenét, meg fog jelenni, annak arányában, milyen igény van. Bármennyire hülyén hangzik, szeret az ember jól élni, meg pénzt keresni, de nem minden áron. Szóval én letiltottam a Katona Dolog című lemezünket annak idején, mert a Nivo nevű Kft. Messze már nem létezik. Ha rossz minőségű lemezeket nyomott ki, és azt mondták, hogy én maradjak csöndben, mert én úgyis kapom a jogdíjat, mondom, nem, az embereket nem csapjuk be, inkább a Kermivel állítottam az egész lemeznyomást. Ne csapjuk be az embereket. Éppen elég gondjuk van, tehát vagy jó minőségű lemez kell kiadni, vagy nem kell kiadni semmit. Hát én bízom benne, hogy ahogy az emberek szeretetét érzem, az a minimum, amit megtettek értük, hogy vagy jót próbálunk letenni az asztal, vagy nem kell csinálni semmit.
Ezért én kívánom, hogyha ez lemez lesz, akkor ez is aranylemez legyen, mint a másik kettő, és köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, mára ennyi fért nosztalgia műsorunkba. Reméljük, jól esett a múlt idézés. Legközelebbi adásunkig vigyázzanak magukra, szeretteikre, és nézzék továbbra is az Újpest TV műsorait. Viszontlátásra!